Jó estét kívánok! Heti hír összefoglalónkat látják az elmúlt hét nap legfontosabb és legérdekesebb kerületi eseményeivel. Meg se kínáltak. Kocsma Ária Bödöcs Tibor könyvéből Túróci Szabolcs előadásában. Jaj, Nagyi! Generációs különbségek humoros formában. TSMT torna. Korai fejlesztés, ami nincs is életkorhoz kötve. Kreatívan fejleszteni. Állati alkotótábor a Csodavár Budapestben. Több mint 130 alkalommal állt már színpadra Túróci Szabolcs egy olyan szerepben, amit a szerző mondhatni ő ráírt. Bödöcs Tibor ugyanis azt mondja, meg se kínáltak című könyve írása közben a főszereplő az ő, vagyis Túróci hangján szólalt meg a fejében. 2021. júliusa óta nem csak majd az összes hazai színpadot, de még Kanadát is megjárta a Bödöcs Tibor könyvéből írt Meg se kínáltak címen legutóbb az újpalotai nyári játékokon játszott darab, melynek fő és egyetlen szereplője az a Túróci Szabolcs, aki nem csupán egy volt a szóba jöhető színészek közül. Bödöcs Tibor saját bevallása szerint ugyanis Túróci hangját hallotta írás közben. Ilyen formán alig ha volt kérdés, hogy amikor színdarab született a könyvből, annak ki lesz a főszereplője. Ő mondta nekem, hogy szeretné, hogy olvassam el. Nyilván vannak ilyen tesztpilótái, akik mielőtt mi megjelenik könyve, abban a előtte lévő formájában így odaadja 4-5 embernek, és akkor én azt már akkor így nagyjából összeraktam a fejembe, hogy csodálatos karaktert írt meg. Hanem bennem az ő gyerekkora, a Ferusok, az apja, szóval mindenki, aki ilyen, ilyen élethelyzetben, ilyen keményen megküzdött az alkohollal, a történettel, a 20. századdal, 21. századdal, az mind benne van, és már olvasva is nagyon izgalmas volt. A több mint 130 előadás alatt óhatatlanul is változik a darab itt-ott, hiszen a világ, amire reflektál, is változik az idők során. A politikusok változnak benne, akik új nevek kerülnek a posztokra, és akkor nekem ezt frissíteni kell, hogy aktuális legyen, mert menni kell az események után. De a közéleti rész egy ilyen 10 perc ebben az előadásban, nagy rész a Magyar Oszkár gyerekkoráról, szüleiről, magánéleti válságairól szól, rendkívül szarkasztikus, bátor humorral, és hát elég szókimondóan, ahogy szeretünk beszélni, hogyha nem kell vigyázni arra, hogy mit mondunk. Szarkasztikus és szókimondó, a jelen közállapotaira reflektáló történeteket elsősorban a filmművészet alkotásai között szokás keresni és találni, különösen a rendszerváltást megelőző 2-3 évtized magyar filmjei között találni ilyet. Ha meg se kínáltak, azokhoz hasonló talán, még ha nem is film, hanem könyv, illetve színdarab, amit egyébként Kocsma Áriaként is szokás definiálni. Valaki az írta, hogy a Mucsi a zene heavy metalja, akkor én a Paganinija vagyok ebben a dologban, mert finomabb húrokat penged, érzelmes dolgokat, de alapvetően mégis maga a kifejezés az, hogy ez a kiszakadó, az ária az a pont mondjuk, amikor az érzelmek csúcspontján szólal meg valaki. A recitáció az, amikor csak úgy mesél a történetet, és az érzelmi csúcspontokat lehet nevezni Kocsma Áriának, amikor dühkitörése van, fájdalma vagy igazságtalanságot érzett. Ilyen szempontból ez a jelző szerkezet elég találó, hogy Kocsma Ária. Hogy a közönség nem csak érti, de a mai napig igényli az e fajta magántörténetbe bújtatott, de a minket körülvevő valóságra nem is titkolt módon utaló történeteket, azt elsősorban a lassan másfél száz előadás önmagában is bizonyítja. Az újpalotai nyári játékok alkalmi nézőterének zsúfolásig megtelt sorait látva pedig az is, hogy nincs olyan szeglete az országnak, ahol ne volna igény arra, hogy olykor valaki helyettünk is kimondja, netán kiüvöltse magából azt, ami annyira kikép. Kívánkozik. Egy kisgyermek jó esetben rengeteg élményt szerez a nagyszülei által, olyan kapocs van köztük, ami semmihez sem fogható. De mi történik, ha a felnőtté válás rögös útján eltávolodnak egymástól? Erre a kérdésre is választ keresett a Jaj, Nagyi című előadás.
A generációs különbségek a mindennapjainkban is jelen vannak, de sokkal nehezebb megélnünk ezeket, ha a saját családunkban szembesülünk azzal, hogy a nagykor különbség komoly szemléletbeli különbségekkel is társul. A Jaj Nagyi könnyed formában közelíti meg a témát, Molnár Piroska és Rohonyi Barnabás kettőse pedig humoros formában tárja elénk a nagymama és unokája közötti súrlódásokat. Ez bevallottan nem egy nagyon mély földolgozása ennek a témának, de azért lehet rajta sírni, lehet rajta nevetni, egy jól megírt színdarab, és hát megható lehet egy ilyen nagymamának és az unokájának a párosa mindenki számára, vagy mindenki, akinek volt nagymamája, vagy van éppen, az felfedez benne valamit, ami az ő életével is párhuzamos lehet. A darab a tapasztalatok szerint jól szólítja meg mindkét érintett korosztályt, sőt a fiatalok is kifejezetten érdeklődőek a Jaj Nagyi iránt. Úgy tudom, hogy rengeteg fiatal nézi, igen, vagy ha önmagában nem, akkor hozzák a szülők, vagy a nagyszülők. A palotai nyári játékok sajátja, hogy kifejezetten szabadtéri színpaddal tervez, az előadások és koncertek parkos környezetben várják az érdeklődőket. Molnár Piroskát arról is kérdeztük, a Jaj Nagyi esetében lehet-e ez előny, kellett-e esetleg a darabon alakítani a kültéri előadás apropóján? Hát előny egyáltalán nincsen, csak hátránya. Ez ugye nem egy szabadtérre készült dolog, egy kamaradarab, hanem színházi keretek közt a legjobb játszani, úgyhogy inkább félő, hogy ez nem megy el a térbe, és egy csomó minden, amit a néző nem tud majd esetleg magának hasznosítani, hát meglátjuk. A palotai nyári játékok ezen a hétvégén is folytatódik. Szombaton a Subtones koncertjével, vasárnap pedig Pindrok Csaba önálló estjével várjuk Önöket, ezúttal a Karácsony Bedőparkban. Sok szülő a szívéhez kap, ha meghallja, hogy a gyermekének fejlesztő tornát javasol az orvos. Pedig a TSMT torna az egyik leghasznosabb mozgásforma, amivel egy gyerek egészen kicsi korban csak találkozhat. Egy oktató tapasztalatai szerint ráadásul jóval több gyereknek volna rá szüksége, mint ahánnyal végül valóban foglalkoznak. TSMT, azaz tervezett szenzomotoros tréning. Kisgyermekes szülők hallottak róla elsősorban, ők is inkább csak akkor, ha a gyerek mozgás fejlődésében kisebb vagy nagyobb zavar mutatkozik. A közhiedelemmel ellentétben azonban a TSMT torna nem csak a gyerekek fejlesztésére alkalmas, hanem bizony az idősebbeknek is bátran ajánlható. A TSMT tornát azt nem csak gyerekeknél lehet használni, hanem idősebb korban is szoktuk használni, főleg demens betegeknél, időseknél, mert ugye a TSMT az magának az egyensúlyfejlesztésre alapul, az egyensúlyfejlesztésen keresztül ingereljük az idegrendszert, és ezáltal az a központi idegrendszeri kapcsolatokat. Így fejlesztjük a gyerekeket is, és ugye ez így működik az idegpályáknak az újraindításával a betegeknél is idősebb korban. Tehát a TSMT az igazából bárkinek, tehát lehet idősebb korban is használni. A mozgásfejlesztéssel foglalkozó szakember óhatatlanul is meglátja, ha egy gyereknek erősen ajánlható volna a foglalkozás. Mátyás András tapasztalata szerint igen sok olyan gyerek van, akivel foglalkozni kellene, és nem feltétlenül csak a mozgásfejlettség okán. Én itt a kerületben 3 óvodában is tartok ilyen csoportos mozgásfejlesztő tornát, és igen, nagyon soknak tudnám azt mondani, hogy neki is egyénire kellene jönnie. Mi tudunk szólni, tehát a szakembereknek a dolga ilyen lát, hogy szól a szülőnek, a pedagógusnak is az a feladat, hogy szóljon a szülőnek, aztán persze a szülő dönti el, hogy most elhoz egy ilyenre, vagy sem. De igen, egyre több gyereknél van, és nem is a mozgás, mert nagyon sok olyan gyerek van, akinek a mozgása jó lenne, ha odafigyel, csak nem tud odafigyelni, nem tud koncentrálni, arra sem. Azt szoktuk mondani, hogy az egyéni TSMT-nél a fél év az mindenféleképpen javasolt. Az azt jelenti, hogy 3 egymásra épülő tornát, tehát az 3, egy torna 2 hónap, 3 egymásra épülő tornát veszünk végig. Utána van a visszamérés, ha azt mondjuk, hogy már nem kell a gyereknek, mert annyit fejlődött, a szülő meg van vele elégedve, a pedagógusok, a tanárok az óvodában megvannak, akkor nem kell. Aztán, hogyha igen, akkor megyünk tovább. Van, akinek már 7. tornát írom. Tehát, hogy van olyan, akinek azért sokkal többet kell tornázni. Ez a problémától is függ. Ugye vannak ilyen autista spektrumzavaros gyerekek például, akiknek szintén nagyon hasznos, őnekik állandó a torna, mert az ad nekik az életükbe egy olyan keretet, hogy az egy megszokott dolog, és az nekik nagyon-nagyon hasznos.
A TSMT torna abszolút egyénre szabott mozgásforma, hiszen ahány gyerek annyiféle fajta fejlesztést igényel. Mátyás András fél év után tart indokoltnak újabb mérést, majd annak eredményétől függően folytatható vagy hagyható el a továbbiakban a TSMT torna. Ami persze nem jelenti a mozgás, a sport hanyagolását, sőt, ő maga is azt javasolja, hogy különösen az egyensúlyt nagyban fejlesztő sportokkal folytassa a gyerek a már megkezdett rendszeres mozgást. Hónapok óta a ló, mint tematika mentén haladnak a gyerekek a Kozák téri közösségi ház kézműves foglalkozásain. Most a nyár derekán szervezett táborban már-már iparművészi szintre lépve folytathatták a munkát. Tartósabb, ugyanakkor jóval összetettebb és ezért komolyabb odafigyelést és óvatosabb mozdulatokat kíván a fafaragás, mint mondjuk a vízfestékkel való festés. A Kozák téri közösségi ház lovas tematika mentén szervezett alkotó táboraiba jelentkező gyerekek most mondjuk így szintet léptek. Vésőt, fűrészt és kalapácsot ragadva faragták le a faanyagról a felesleget, ahogy a szobrászok mondják az alkotás folyamatára. Mi egy fafaragó foglalkozást tartunk a gyerekeknek. A maga a téma, mivel lovas hét van, nálunk is a fő feladat a lovas ábrázolás és különböző fafaragó stílusban, vonalrajz és domború faragással faragnak a gyerekek. Ezen kívül, ha valaki kész van, vagy valakinek nem a szíve vágya a lovas faragás, természetesen mást is készíthet. Úgyhogy készültünk mindenféle tárgyal, és akinek amihez van kedve, az készít, és mi abba támogatjuk. Kalapács, reszelő, sató, véső és még számtalan eszköz, amik jó része valószínűleg teljesen idegen a gyerekektől. Jellemzően úgy is érkeznek a táborba, hogy ezek használata még új nekik. Ennek ellenére semmiféle előzetes gyakorlatra vagy ismeretre nincs szükségük ahhoz, hogy önfeledten alkothassanak. Ráadásul olyan feladatok is vannak, amik egészen komoly eredményeket hoznak, de nem kell hozzá még komolyabb érzék sem, ez az igazság. Tehát, hogy itt lehet fejleszteni akár szinte a nulláról a szerszám kezelését, vagy egy anyagnak a megmunkálását. Úgyhogy azért élvezik különösen a gyerekek, mert utána, ha megnézik majd esetleg, hogy milyen képeket csinálnak, például a vonalrajz az nagy kedvenc, mert a vonalrajzból mi még nem láttunk elrontott vonalrajzot, szóval tényleg igazi sikerélmény is neki, és odahaza ezt ki lehet rakni, ez egy vállalható dolog. Jönnek az anyukák, apukák, és csak nézik, hogy ezt csinálta a gyerek, el se hiszik. Észrevették már, hogyha lovat látnak a gyerekek, de főleg a lányok azonnal unikornissá változtatják. Van olyan, aki igen, de ebben a csapatban még senki nem csinált unikornist. Úgyhogy megoszlanak szerintem. Nagyon sok olyan lóábrázolást hoztunk, amik amúgy is aranyosak, kedvesek, direkt hoztunk a kisebbeknek valókat, és azok ilyen, tényleg ilyen kis póniszerű rajzok, stb. És az úgy elég. Itt most valahogy szívesen követik ezeket, úgy látom. Volt olyan táborunk, ahol van is olyan képünk, amire a kislány külön rárajzolta az egyszarvúnak a szarvát is, mert az csak úgy ló, máshogy nem is működik. Hogy végül csak megszülettek azok az unikornisok, vagy maradt ló a ló, az egyáltalán nem a kézügyességen múlt. A Kozák téri közösségi ház a napközi táborában ugyanis egytől egyik kis iparművészek szorgoskodtak, még ha nekik mindez egyelőre csak játék is. Rajzolás, festés, szobrászkodás számtalan módon válhat valósággá az a kép, ami egy gyerek fejében egy állatról él. A Csodavár Budapest nyári táborában nem csak a lehetőséget kapták meg a gyerekek az alkotásra, de a segítséget is mellé. Állati alkotótábor néven önthették formába a gyerekek mindazt, ami a képzeletükben az állatokról csak él. A Csodavár Budapest ugyanis megadta nekik a lehetőséget, hogy akár rajzolva, akár részkarcként, vagy éppen gipszből készült formában kiélhessék alkotókedvüket. Ez a helyszín, ez a Csodavár Budapest eleve szerintem vizuálisan egy nagyon izgalmas terep, illetve a játszóház is adja magát, hogy milyen programokat, milyen táborokat szervezünk. Igyekszünk a gyerekek igényeinek is megfelelni, a szülői elvárásoknak is. Fejlesztő táborokat is tartunk, alkotó táborokat is tartunk, de mindez a játékba és a játékosságba szőve. Ez az állati alkotó tábor, ez egy művészeti tábor, alapvetően
illetően. Itt a kreativitásukat élhetik ki a gyerekek. A cél egyrészt az, hogy a gyerekeknek a kreativitás, a gyerekek a kreativitásukat kiélhessék. Hát a gyerekeknek a kommunikáció, az egyik legfőbb kommunikációs formája azért a rajz. És akkor ezt használják ki itt a kollégák, a művészettanár és gyógypedagógus, a két táborvezető. Amit ők segítenek, az eszközöket adják a kezükbe. Tehát van egy téma, a gyerekek imádják az állatokat, van egy kifejezési mód a rajzolás, az alkotás, a táborvezetők pedig az eszközt adják, a formákat, és ezt segítik és vezetik az útjukat ebben. De nem csak rajzolnak, hanem mindenféle eszközt, tehát a krétától elkezdve a festékig, akkor a részkarcokat is csináltak, gumind is filccel, tehát mindenféle technikával. A lényeg az, hogy az állatokat válasszák ki, van egy ilyen témakör, és akkor abban bármi. A szülők szeretik, ha egy játék vagy foglalkozás nem csupán kreatív, de fejleszti is a gyerek valamely tulajdonságát. A Csodavár Budapest valamennyi tábora megfelel ennek a kimondott, kimondatlan elvárásnak. Mindegyik táborunk alapvetően fejleszt, és mindegyik táborunkba fogadunk sajátos nevelési igény gyerekeket, ebben is van több autizmus spektrum zavar, ADHD, értelmi fogyatékosság megjelenik, és nekik rájuk jobban, erősebben hat esetleg a fejlesztés, de többi gyerekre is. És amúgy megint azt tudom mondani, tehát nagyon izgalmasak ezek a táborok, de a gyerekeknek mindenki ugyanolyan gyerek. Ennél fontosabbat nem is tanulhatnának egymásról és az életről. Mindenki egyformán fontos, mindenki egyformán ügyes, és mindenki egyformán szeret alkotni, hiszen az apró különbségek ellenére mindenki nagyszerű. Nem csak ebben a táborban, hanem az egész világon. Szinte a nyári szünidő teljes idejére biztosít napközbeni elfoglaltságot az önkormányzat a kerületi gyerekeknek. Az eddigi programokat a polgármester értékelte nekünk. Július elejétől augusztus közepéig idén is bőven akad elfoglaltsága a kerületi gyerekeknek, például az önkormányzati napközi táborban. A Konyfa iskola így a nyáron is megtelik élettel, több száz gyerek számára biztosítva programot abban az időszakban, amikor a szülők nem tudják megoldani a felügyeletüket. Nagyon sokan vannak ott a gyerekek, és úgy kérdeztük a pedagógusokat, van olyan gyerek, aki az elejétől a végéig ott van a napközi táborban. Tehát én ezt tavaly nyáron is elmondtam, hogy én ezt rettentő szomorúnak tartom, hogy a szülőnek nincs lehetősége arra, hogy legalább egy hetet vagy kettőt a gyerekkel töltsön, és nem biztos, hogy el kell menniük nyaralni, arra az végképp szomorú, hogyha nincs erre lehetőségük, de az, hogy egyáltalán együtt töltsenek egy-két hetet, tehát a gyerek július 1-től augusztus 20-áig, vagy hát most augusztus 16-áig van a napközis tábor, tehát végigben van a napközis táborban, ami egyébként jó, mert nem az utcán csellenk, hanem értelmes elfoglaltságot talál, de az végtelenül szomorú, hogy nem a szülővel tölti. És valóban a héten főosztályvezető asszonnyal megnéztük a napközis tábort. Azt látjuk és láttuk, hogy nagyon sokféle fajta foglalkozás van, mennek kirándulni a gyerekek akár egész napra, vagy akár délelőtt mondjuk megy hozzájuk a Göncz Árpád Szociális Intézményből a Fióka gyerekjóléti szolgálatra, hogy egy kicsit kézműveskedjenek, vagy volt például a tehetségpont foglalkozás is a héten. Én úgy tudom, hogy lesz parlamentlátogatás is még ezen a nyáron, úgyhogy nagyon sok helyre mennek, vagy mennek éppen kirándulni busszal valamerre, ami éppen szimpatikus, és amit tudunk, ki tudunk nekik találni. És azért arra is figyelni kell pont ezek miatt, a gyerekek miatt, akik végig egész nyáron ott vannak, hogy nem minden héten ugyanazok a programok legyenek. Ami ugye gyerekkori emlékeimből, amikor elmegy az ember táborba, akkor ír a szüleinek, hogy kedves szüleim, megérkeztünk, a kaja jó, jól érezzük magunkat. Azt jelezték, hogy a kaja jó, tehát azt jelezték mind a konyhások, mind pedig a gyerekek, hogy és a felnőttek is, hogy ehető a napközis táborban is az étel, és jó minőségű ételt kapnak. Nyilván van olyan, amit valaki nem szeret, akkor azt félreteszi, de ez szerintem benne van a menzai étkeztetés problémakörében. Úgyhogy jól érzik magukat a napközis táborban a gyerekek. Én eddig úgy tudom, hogy eseménymentesen zajlottak a napközis táborok, tehát nem történt semmi kirívó eset. A táborozó gyerekek idén a Tarzan Parkba, a Tiszatavi Ökocentrumba, a Magyar Zeneházába, a Visegrádi Fellegvárba és a Természettudományi Múzeumba látogattak el eddig a külsős programok keretein belül, de a kacártanyára és a parlamentbe is ellátogathatnak a fennmaradó két hétben.
Kertmozi Rákospalotán. Még egy alkalommal várják az érdeklődőket a Csokonai kertjébe. Tanszer a rászorulóknak. Adománygyűjtés szervez a Demokratikus Koalíció. Vasárnap indul a lomtalanítás. A legfontosabb tudnivalók egy helyen, két percben. Idéglenes befogadókat keres a Magyar Tengeri Malac Védő Egyesület. Még egy alkalommal élvezhetik a kertmozi élményt idén-nyáron a Csokonaiban. Az eddigi tapasztalatokat értékeltük. A tavalyi sikeren felbuzdulva idén sem maradhatott ki a kertmozi a Csokonai programjai közül. Első alkalommal a Lefkovicsék gyászolnak című filmmel várták az érdeklődőket, majd a nyersanyagot nézhették meg azok, akik ellátogattak az Ötvös utcába. E hét csütörtökön a nagy sikerű Magyarázat mindenre az időjárás miatt a nagy terembe szorult, ennek ellenére nagy érdeklődés mellett vetítették le a szervezők. A záró alkalomra egészen augusztusig kell várni, hiszen nyári szünetre megy a Csokonai, de augusztus 22-én a Valami madarakkal köszön el az idei évre a sorozat. A gyerekek többségének az állatok, a kutyán, a macskán és a városi élethez szokott madarakon kívül szinte csak fényképeken és videófelvételeken léteznek, és ezen az iskolai oktatás sem sokat tud változtatni. Nem úgy egy kerületi állatvédő egyesület, ami már-már küldetésnek érzi, hogy szó szerint kézzelfogható közelségbe hozza a természetet. Nagyon hiányzik az általános iskolai tantervből a természetismeret. Pontosabban leginkább az állatokkal kapcsolatos olyan ismeretek megszerzése nem része az oktatásnak, amelyhez szó szerint kézzel foghatóvá kell tenni az állatokat. A Kutyásokat 15. kerületért állatvédő egyesület a maga módján és a tőle telhető mértékben igyekszik betölteni az űrt. Ők nem tankönyveket használnak és nem rajzokról ismertetik meg a gyerekeket az állatokkal. Azt tudjuk mindannyian, hogy kicsiként a legfogékonyabbak, tehát ahogy nőnek fel a gyermekek, úgy a legfogékonyabbak erre az egész történetre. Úgyhogy nyilván ilyenkor nyáron van lehetőségünk, több lehetőségünk arra, vagy nagyobb időtartalmaink arra vonatkozólag, hogy egy ilyen kis hiánypótlást véghez vigyünk, és akkor ilyenkor tudunk velük beszélgetni a természetismeretről, hogy mennyire ismerik az állatokat, mit kell tudni róluk, tehát próbáljuk ezt a részét behozni, és akkor így a táborokban ilyenkor ellátogatunk és megtesszük ezeket a kis előadásainkat. Bár sok esetben a kutya és a macska is képes lázba hozni a gyerekeket, ma már megvan a lehetőség arra, hogy különleges állatokat is lássanak, sőt, akár kézbe is vegyenek. A kutya cica az szokásos, és akkor mindig ki kell találnom valami újat, amivel föl tudom hívni a figyelmet. Most például már óriás csigákat tartok otthon, úgyhogy azokat hozom be, meg a kígyó az az örök kedvenc, tehát a kígyót is hozni kell magunkkal, és akkor mindig éppen az aktuális mentett kékből még hozok. A tapasztalat azt mutatja, az oktatás, az ismeretterjesztés nem hiába való. A gyerekek igenis megjegyzik, és a magukévá teszik az információkat. Pont tavaly volt egy kerületi táborban, van egy szokott mondatom, amikor a nyuszikról beszélgetünk a gyerekekkel, hogy azért nem adunk sárgarépát a nyuszinak minden nap, mert hogy akkor az olyan, mintha egy táblacsokit kapna a gyerek otthon, és visszajött a mondat következő évben, és pont kérdezte a kisfiút, hogy és te ezt honnan tudod? És volt, hogy hát mert voltak az óviba, és előadást tartottak, tehát nyilván visszaköszönnek a mondatok, és akkor ott rájön az ember, hogy van érte. Annak, amit csinálunk. Az csak az egyik oldala a dolognak, hogy a gyerekek test közelből láthatnak állatokat, de legalább ennyire fontos az is, hogy azzal, hogy hagyják őket közel kerülni hozzájuk, megtanulják a határokat is. Például, hogy az állat nem játékszer, amit nyúzni lehet, mint egy plüst. Fociznak reggeltől estig, mert imádják rúgni a bőrt. A Reac sportiskola nyári tábora mégsem edzőtábor, bár a gyerekek talán még azt sem bánnák. Bár kezdetben még kimondottan a Reac sportiskolás gyerekek számára indult a focitábor, idővel klubon kívüliek is csatlakoztak hozzájuk. Ma már a Szántóföld úti sporttelep műfüves pályáin szinte bárki focizhat napközi tábori keretek között. Bárki, aki szereti a focit, de hajlandó azt a táborvezetők felügyelete és iránymutatása szerint tenni.
korosztályos edzések vannak, tehát korosztályok szerint vannak bontva a gyerkőcök, tehát mindenki a saját szintjének, illetve tudás szintjének megfelelő edzést kap. Picit játékosabb egyébként, mint mondjuk az egyesületi, mert itt ugye inkább játékos labdás edzéseket tartunk, tehát taktika abszolút nincs. És ugye napi két edzésünk van, tehát nem mondanám azt, hogy csak ugye szabadon lejönnek és rugdossák a labdát, de mellette ugye nagyon sok szabadidő is van, tehát de őszinte leszek, a kettő között is folyamatosan játszanak és fociznak a gyerekek. Egymás között szoktunk játszani, ugye úgy építjük föl a napjainkat, ugye, hogy reggel megérkeznek a gyerekek, egy reggelivel kezdünk, utána van egy kis szabadjáték, délelőtt van egy foglalkozás, ebédelünk, utána délután szintén van egy rendes edzés. Szoktunk olyat is csinálni, amikor összeengedjük az összes gyerkőcöt, egy sorversennyel bemelegítünk, illetve utána körmérkőzéseket játszunk, azt nagyon szokták szeretni, egy úgymond mini házi bajnokság. Külsős programjaink is vannak, moziba megyünk, a Tarzan parkot látogatjuk meg a gyerekekkel, szerintem nem unatkoznak. A fiúk között, ha csak mutatóba is, de feltűnt egy kislány is. Mint a fehér holló mondhatnánk, mert a foci inkább a fiúkat érdekli, pedig kellő jelentkező és persze kellő tehetség mellett akár egy női csapat is felállítható volna. Elvétve van egy-két korosztályunkban egy-két kislány, tehát nem tudunk kiállítani egy komplett női csapatot. Volt női csapatunk, sajnos nem tudom miért úgy alakult, hogy ugye az megszűnt. Terv lehetne, de azért valljuk be, még mindig kevesebb kislány választja a labdarúgást, mint fiú. Egy nyári tábor természetesen az utánpótlás nevelésre, vagy inkább első körben inkább az utánpótlás figyelésre is alkalmas. A táborvezetők szakmai szemmel figyelik a kicsiket. Volt olyan az elmúlt években, hogy itt fedeztünk föl egy kisfiút, és utána sikerült őt a Rea sportiskola családjába úgymond beintegrálni, és azóta hozzánk jár így edzésekre. Összességében tehát a Rea sportiskola futballtábora nem csak hogy nyitott azok számára is, akik egész egyszerűen csak szeretnek focizni, de messze nem edzőtábor, mikha egyes vezetett gyakorlatok és feladatok meg is idézik azt. De nem is kell annak lennie, elvégre ebben a korban inkább még a játék a lényeg, hiszen azon keresztül lehet megszerettetni velük a mozgást, a sport iránti szeretetet, ami, mint hallhatták, akár az élsport felé is terelhet később egy gyereket. A tanévkezdés sok család számára komoly anyagi megterhelést jelent, még akkor is, ha a tankönyveket már minden évfolyam ingyenesen kapja. A Demokratikus Koalíció kerületi szervezete nekik segít az idei tanszergyűjtéssel a kiadások enyhítésében. Iskolatáska, tolltartó, tornazsák, füzetek, ceruzák, filcek és tollak. A sort hosszan folytathatnánk, mi mindenre is van szüksége egy iskolás gyereknek a tanév során. Bár nem mindenki szeretné a legszebbet és legdrágábbat megvásárolni az eszközök közül, ennek ellenére 10 000-es nagyságrendű összeget kell otthagyni egy gyermek felszereléseire a boltban, és ahol több gyerek van, ott ezek a kiadások arányosan magasabbak. A Demokratikus Koalíció 15. kerületi szervezete évek óta szervez tanszergyűjtést augusztus hónapban, hogy segíthessen azoknak a családoknak, akiknek a mindennapos megélhetésen túl nem biztos, hogy ilyen kiadásokra is futná a havi betevőből. Nagyon sok ember a tanévkezdés előtt olyan megterhelő költségeket kell, hogy fölvállaljon, főleg ahol 2-3 vagy annál is több gyermek van. És pár évvel ezelőtt kezdtük azt az akciót, de azok, akik megtehetik, és tudnak például jó állapotban lévő háti zsákot, tehát táskát, iskolatáskát adni, megmaradt jó állapotban lévő eszközeket adni, és persze újakat is gyűjtünk, sőt, tehát elsősorban mindenki újat hoz, füzeteket, ceruzákat, olyan ajándékokat, adományokat várunk itt, amelyek elsősorban iskolás gyerekek, általános iskolás gyerekeknek a hasznát tudják venni. Oda kell tegyem, hogy van, aki az irodában hozza be, van, aki itt az utcán adja át, és azért hirdetjük, hogy tudjanak róla, ha megvan a jó akarat, megvan a lehetősége, nagyon pici, néhány füzet is segítség ezeknek a családoknak, és tanévkezdés előtti napokban szoktuk a családoknak átadni, előre egyébként kiválasztott ilyen
a szociális osztály segítségét is kérve olyan családokat, ahol úgy érezzük, hogy igenis jó helyre mennek ezek az adományok. Minden egyes adománynak lesz gazdája, aki a celluxot adja, aki a celluzát, aki a tollat, aki a vonalzót, aki a körzőt, mindennek lesz gazdája, és látni kellene azt a nagy örömet, amit jelent egy családban egy ilyen ajándék. A Demokratikus Koalíció aktivistái Újpalotán csütörtökönként 9 és 11 óra között a vásárcsarnokkal szemben a korábbi nyitott ajtók előtti területen, valamint Rákospalotán Barkóczi Balázs képviselői irodájában az I. és Gyula 12-es szám alatt kedden és csütörtökön 10 és 13 óra között is várják az adományokat. A korábbi évekhez képest később ugyan, de eljött a lomtalanítás ideje a 15. kerületben is. Biztosan sokan várták már tűkön ülve, hogy végre megszabadulhassanak ettől-attól, ám a lomtalanításnak is megvannak a maga szabályai. Hétfőn kezdődik a lomtalanítási időszak a 15. kerületben. Jó másfél hét áll majd rendelkezésre, hogy a kijelölt lomgyűjtőhelyekre hordják a feleslegesnek ítélt holmikat. A lomtalanítás során, ahogy a korábbi években, úgy idén is figyeljenek néhány egyszerű, ám annál fontosabb szabály betartására. Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, mint például elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek helyezhetők ki. Továbbra is tilos a lomnak nem minősülő hulladékfélesége kihelyezése, ilyen többek között a háztartási, más néven a kommunális hulladék, a szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék, az elektromos és az elektronikai hulladék, az építési és bontási törmelék, a sít, a föld, a síküveg, a zöld hulladék, a textil és az ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék. Ugyancsak szigorúan tilos veszélyes hulladék kihelyezése. Ez utóbbi leadására a budapesti szelektív hulladékgyűjtő udvarok biztosítanak lehetőséget. A lomot a lakóházuk előtti hulladékgyűjtő járművekkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki, ne a parkolóautók mögé pakoljanak, mert úgy az FKF járművei nem tudják megközelíteni a lomkupacokat. Zöld területre se pakoljanak, és óvják a környezetet, amennyire csak lehet. Fennállásuk 12 éve alatt több mint 2000 tengeri malac fordult meg a kezeik között, jó részük természetesen csak idéglenesen. Ahogy máskor őket hívják, ha nincs hol elhelyezni a tengeri malacot, most ők kérnek segítséget önöktől, idéglenes befogadókat keresnek. Ha még sosem volt, egy próbát megér. Ha meg már van egy, de kéne neki egy társ, akkor meg azért érdemes felvenni a kapcsolatot a Magyar Tengeri Malacvédő Egyesülettel, ugyanis olyan megoldást kínálnak, amit kisállatkereskedésben egész biztosan nem fognak, az idéglenes befogadást. Amikor az idegenes befogadásról beszélünk, az körülbelül azt jelenti, hogy vannak olyan emberek, akik 2-4 malacot tartanak nekünk idézőjelbe bérbe, hogyha így lehet fogalmazni, tehát mi adjuk a felszereléseket, mi adjuk a kaját, mi adjuk a szénátápot, hogyha orvoshoz kell vinni, akkor azt mi fizetjük, és náluk addig várakoznak a malacok, amik a végleges örökbefogadók meg nem jönnek. De például vannak olyan végleges örökbefogadók, akik nem teljesen tudják, hogy ők szeretnének örökbefogadni, ők elsőként ideiglenes jelentkeznek, megnézik mondjuk, hogy a családba passzol-e ez a tengeri malac, megnézik, hogy valaki allergiás-e rá, egyáltalán mit is vállalnak, és akkor ők egy 2-3 hónap után végleges örökbefogadók lesznek. Ezt előre szokták jelezni, akkor olyan párt adunk, akik valójában majd kiadható később, és akkor nagy valószínűséggel ugye örökbe is fogadják, hogyha bejön nekik ez a dolog. Az ideiglenes befogadás az valójában szinte az állatvédelemnek az egyik ilyen sarokköve, mert hogyha mentünk malacot, akkor az elhelyezés az szinte mindig a legnagyobb probléma. Ugye nagyon sok olyan telep van, ahol mindig telt ház van szinte, úgyhogy mi ilyen szempontból szerencsések vagyunk, tehát majdnem mindig el tudjuk helyezni. Voltak szaporító telepek, amiket felszámoltunk, nagyon jelentős mennyiségű malacokat szoktunk egyébként így átvenni, azt nem tudjuk megengedni magunknak, hogy mondjuk egy szaporítót úgy számol, tehát egy szaporító mondjuk ad nekünk 5 malacot, de maradott 20, az nekünk nem mentés, mert hogy akkor ugyanúgy újra termelődik, ahogy rengeteg olyan helyzetünk van, például van egy olyan állatkert, aki évente felhív minket, hogy akkor van 21 felesleges kishímük, és akkor vagy a kígyó eszi meg, vagy elhozzuk. Ez egy híres állatkert egyébként, és tehát nem nagyon lehet rájuk hatni, pedig lehetne egy ivartanítási programmal normálisan is meg
csinálni ezt a dolgot, de hát valahogy ez a hivatalítási program nem annyira működik. Így viszont ugye ránk van terhelve majdnem minden évben ez a 20-21 malac, őket ivartanítani kell, ugye természetesen ezt a költséget nem fizeti senki, egy ivartanítás hasonló 20-30 ezer forint között van, akkor 20 malacnál ki lehet számolni, hogy már kb. 500-600 ezernél tartunk, úgyhogy mondjuk azt, hogy az ideiglenes befogadás ez egy nagyon, nagyon fontos nekünk. Egyébként nagyon sok ilyen leadó, kidobó ember, ha nem kidobni akar, akkor az állatkertbe viszi például az állatokat, és ezt nem tudják, hogy az állatkert nem nagyon vesz át úgy állatot, hogy ugye nem le kell akkor karanténozni, valójában egy csomó teendő van vele, tehát neki inkább az mondjuk a jó dolga, hogy ott szaporodgatnak az állatok, és akkor néha ott meghal valaki, de van olyan állatkert, ahol tényleg 70%-os halálzási arányjal dolgoznak. És akkor az ember ugye oda megy az állatkertbe, jaj, milyen kis cukik, nem tudom, akár még ott vonatoznak is, és akkor abban meg nem gondolunk bele, hogy amúgy meg lehet, hogy nem tudom, látunk egy ilyen kis malacot, milyen cuki, és akkor 6 hónap múlva már nagy valószínűséggel meghal, mert hogy már nem vonatozik többet, és akkor azt nagy valószínűséggel a körforgásba valahogy berakják, mondjuk így jó eleség lesz belőle. Érthető okból sokkal emberségesebb megoldás tehát az örökbefogadás, mint az, ha az ember nemes egyszerűséggel megszabadul a nem kívánatos szaporulattól. Mielőtt azonban az ideiglenes befogadás véglegessé válna, ahogy hallhatták, időt kap az újdonsült gazdi. De igaz ez arra az esetre is, ha már meglévő tengeri malac mellé fogadna be valaki újat. Ez esetben a kérdés nem az, a gazdi hogy jön ki az állattal, sokkal inkább az, hogy a már meglévő és az új malac miként reagál egymásra. Ha önök is szívesen tennének egy próbát, keressék bátran a Magyar Tengeri Malac Védő Egyesületet, akik egyébként itt a 15. kerületben, a pestújhelyi Ozmán utcában találhatók. A hétvége és a jövő hét első napjai az enyhülés jegyében telnek, legalábbis hőség szempontjából. Jellemzően 30 fok alatt maradnak a legmagasabb nappali hőmérsékletek. Aztán még egyszer beköszönt az idei nyár utolsó tartós hőhulláma. Szombaton az ország nagy részén a napsütésé lesz a főszerep, az eső lába ugyan néhol lógni fog, de csapadék Budapest térségében kevéssé valószínű. Vasárnap is hasonlóan napos idő várható, a hajnal frissítően hűvösnek ígérkezik, napközben 27-32 fok valószínű. Hétfőn a napsütést időnként felhők zavarják, kisebb záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak. Többfelé feltámad a szél, de délután is 30 fok körüli hőmérsékletre van kilátás. Kedden sok napsütés várható, a maximumok 28 és 33 fok között alakulhatnak. Köszönjük figyelmüket, egy hét múlva újból várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!